Szalagátvágás, több mint 33 kilométeren újított meg főúti szakaszokat Nógrád megyében a Magyar Közút. A kivitelezés mintegy 3,2 milliárd forint hazai forrásból valósult meg. Egyeztettek, újabb kínai delegáció járt Bátony terenyén. A vendégeket Rákos Szabolcs alpolgármester fogadta. A tárgyalás során gazdasági és kulturális együttműködésről volt szó. Tragédia. Anya és két kisfia halt meg egy nógrádi balesetben. Busszal ütköztek, az egész falu gyászolja őket. Ez a Bátony terenye városi televízió híradója, köszöntöm Önöket! Idén áprilistól több mint 33 kilométeren újított meg főúti szakaszokat Nógrád megyében a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A kivitelezés mintegy 3,2 milliárd forint hazai forrásból zajlott, ismertette a térség országgyűlési képviselője a beruházások ünnepélyes átadásán Nemtiben. Becsózsolt rámutatott, a 21-es főúton 60 és Somos kőújfalu, a 22-es főúton Rétság és Salgótarján, a 23-as főúton pedig Kisterenye és Tarnalelesz között újultak meg útszakaszok. A kivitelezés mind a 14 Nógrád megyei szakaszon befejeződött a szerződéses határidő előtt. A politikus kitért arra is, hogy országszerte 444 km főúti és 119 km mellékúti szakasz felújítása fejeződik be 69 milliárd forintos hazai forrásból. Hozzátette, a felújításoknak köszönhetően több térség elérhetősége javult, csökkentek az utazási idők, emelkedett a közúti és az autóbuszos közösségi közlekedés szolgáltatási színvonala. Újabb kínai delegáció járt Bátony terenyén, ezúttal Shanghaiból érkezett egy csoport a városházára, Rákos Szabolcs alpolgármester fogadta őket. A tárgyalás során a lehetséges gazdasági és kulturális együttműködésről volt szó. Több kínai delegációt fogadtunk itt a városban, szám szerint ők voltak a 7. delegáció. Shanghai városából érkeztek, egyelőre csak ismerkednek a városunkkal, de nyilván ennek lehetnek befektetési vonzatai, kulturális együttműködés, diákcsereprogramok, ahogyan a többi várossal is a szokásos menetrend szerint zajlott ez a megbeszélés. Újra kinyitottak a Nógrád megyei Palósz nagyker üzletek, körülbelül 50 bolt, hogy akciósan kiárulják a még meglévő készleteket. A cég ebből és az ingatlanok értékesítéséből szeretné kifizetni a dolgozók több hónapja elmaradt bérét. A múlt héten már történtek is kifizetések, de a teljes fizetésüket még nem kapták meg a dolgozók. Ezért sokan felmondtak, de vannak még, akik bíznak a cégben, mely jelenlegi helyzetében új beszállítókkal még nem tud szerződni, és így új áruhoz sem juthat. Kenyeret, tejterméket, romlandó árut hetek óta nem találni a boltokban, a vegyi és fagyasztott árukból, valamint az egyéb nem romlandó termékekből jellemzően van még választék az üzletekben. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a CBA egykori partnere ellen csődeljárás indult. A boltok iránt egyes források szerint a Spar, a Reál és a Coop is érdeklődik. A Nemzetgazdasági Minisztériumnál pedig jelezték, kártalanítani fogják a dolgozókat, amint megkezdődik a felszámolás. Medvekaland Nógrádban előbb csak nyomokat látott, majd egy medvepárt is észrevett egészen közelről egy házaspár futás közben az erdőben. Azt mondják, nagyon megijedtek, és ahogy csak tudtak, szedték a lábukat, nehogy szembe találkozzanak a medvékkel. Szerencsére az állatok nem vették észre őket. Medvék egy ideje már a hazai erdőkben is lehetnek, legutóbb tavaly tavasszal Akteleknél láttak egyet. A barna medve fokozottan védett állat, súlya elérheti a 350 kilót is. Az állat kerüli az embert, és nem tekinti zsákmányának, azonban oda kell figyelnünk az erdőben, így megelőzhetőek a kellemetlen meglepetések, mondta egy televíziónknak nyilatkozó szakember. Ha erdőben mennek gombázni, ne egyedül menjenek. Többet magukkal beszélgetve, egy kis zajt keltve, hogy a medve időbe észrevegye az ember jelenlétét, mert akkor biztos, hogy el fog húzódni. Azon kívül, hogyha konkrétan meglátják, vagy találkoznak vele, akkor lehetőleg húzódjanak hátrébb, vagy zajt keltve próbáljanak háttérbe húzódni, anélkül, hogy provokálnák, vagy kíváncsiságból közel mennének a medvéhez.
Szüreti mulatságra várták a város lakóit Bátony terenyén október 1-én. Az esemény a hagyományokhoz hűen idén is felvonulással kezdődött. A menetben most is nagyon sokan vettek részt. A népviseletbe öltözött férfiak és nők között, míg a város polgármestere is ott volt, aki lovaskocsin kísérte végig a jó hangulatú résztvevőket. Voltak olyanok, akik gyalog tették meg a kijelölt útvonalat, de olyanok is akadtak, akik lóháton vagy traktoron ülve mulatozva vonultak végig az utcákon. Végül az esemény helyszínén, a falusi település részen található Bence téren ért véget a menet. Ezt követően a harasztíkrek léptek színpadra, majd utánuk Nagymajdon József és Becsó Zsolt köszöntötte a rendezvény résztvevőit. A folytatásban fellépett a Muzsla Néptánc Együttes, a kisterenyei Palósz Népdalkör, Bunyós Pityu, a Két Zsivány, majd a Bátonyi Dalkör és a Csernós Bend húzta a talpalávalót. Ez pedig már a kisterenyei idősek otthona, ahol szintén megtartották a szüreti mulatságot. Itt is volt felvonulás és ünnepi műsor, melynek végén mindenki táncra perdült. Az aradi vértanúkra emlékeztek október 6-án Bátony terenyén a Nemzeti Összetartozás parkjában. Az eseményen ünnepi műsort adtak a Bartók térségi általános iskola székhelyintézmény tanulói, beszédet mondott Rákos Szabolcs alpolgármester, és megosztotta gondolatait a hallgatósággal Nacsa Lőrinc, az Egyházi Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság kabinetvezető helyettese és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnöke. A rendezvényt végül koszorúzás zárta. Ezeken a felvételeken pedig már a Fáy András Szakképző Iskola aulája látszik, ahol a helyi intézmény tanulói és a pedagógusok is megemlékeztek a mártírokról. Az eseményen elsőként Dániel László igazgató mondott beszédet, utána Szép Tamás százados, a Magyar Honvédség hadkiegészítő és központi nyilvántartó parancsnokság 3. katonai igazgatási és érdekvédelmi iroda vezetője szólt a jelenlévőkhöz. A folytatásban a hagyományokhoz hűen fogadalmat tettek a rendésznövendékek, 23-an harsogták az esküszövegét. A rendezvény itt is koszorúzással ért véget. Múlt hónap közepén 3. alkalommal került megrendezésre a Bányavárosi Családi Nap Bátony terenyén, a helyi Bartók Béla általános iskola udvarán. A rendezvény már kora reggel főzőversennyel indult, a sátrakban készültek a finomabbnál finomabb falatok. Később tartottak kispályás focitornát gyerekeknek és felnőtteknek, délben pedig jó ebédhez szólt a nóta. A továbbiakban volt koncert és Farkas Dénes is zenélt a jelenlévőknek. A szervező azt mondta híradónknak, a rossz idő ellenére is sokan vettek részt a mostani családi napon, mely véleménye szerint idén is nagyon jól sikerült. Kötetlen beszélgetésre és egy ebédre várta szimpatizánsait a Munkáspárt 2006 európai baloldal helyi szervezete Bátony terenyén. A Sport és Szabadidő központban tartottak egy rendezvényt, melyre meghívták az országos elnökség tagjait is, sőt magát az elnököt is. Vajnai Attila televíziónknak azt mondta, fontosak ezek az események, hiszen ilyenkor közelebb tudnak kerülni az adott településen élő emberekhez, könnyebben tudnak nekik segíteni a problémák megoldásában. A lehetőséget kell adni, hogy rendszeresen össze tudjanak jönni, nem feltétlenül hivatalos programok keretében, ahol a Pestről érkező okos embereknek az előadásait kell hallgatniuk, hanem baráti beszélgetésekre, politizálásra akár, de pusztán csak a mindennapi gondjaiknak a megtárgyalására, mert az ilyen találkozók azok, amelyek a közösségeket építik. Képviselői irodát nyitott Bátony terenyén Mesterházi Attila. Az MSZP országgyűlési képviselője Kisterenyén a József Attila út 2. szám alatt várja majd ígérete szerint ezt követően a térség lakóit az előre meghirdetett időpontokban. 10 éve járok ide a térségbe és kimondottan a településre is, és valóban ez egy fél éve vetődött föl ez az ötlet, hogy egy képviselői irodát is nyissunk itt, és ez valóban lehetőséget fog adni arra, hogy akár képviselői fogadóra keretében az itt élő emberekkel tudjak személyesen találkozni, beszélni, a problémákat összesíteni, és talán valamilyen segítséget is nyújtani. Úgyhogy nagy öröm számomra, hogy itt ma hivatalosan megnyithattuk ezt a képviselői irodát. Ennek ugye a működtetéséhez a Magyarországgyűlés biztosítja minden országgyűlési képviselőnek bizonyos kereteken belül az anyagi lehetőségeket. Mesterházi Attila hozzátette, nem csak sajátjának tekinti az új irodát,
Szeretné azt kinyitni a közéleti kezdeményezések előtt is. Tehát magyarul nem csak szűken vett párpolitika, hanem bármi olyan, ami az embereket érdekelheti Magyarország, vagy éppen a térség problémáival kapcsolatban, tehát hogy legyenek más típusú rendezvények is itt ebben az irodában. Újabb szép korút köszöntött fel Bátony Terenye alpolgármestere, Rákosz Szabolcs legutóbb a 90. születésnapját ünneplő Bibók Józsefnét látogatta meg otthonában. Valika néninek, aki hosszú évtizedeken át dolgozott a helyi bányász szervezeteknél, egy a miniszterelnök kézjegyével ellátott emléklappal, ajándékcsomaggal, valamint virággal kedveskedett az alpolgármester, majd további boldog éveket és jó egészséget kívánt neki. Kiállítás nyílt a Bátony Terenyei Fotóklub tagjainak munkáiból. A képeket a Váci Mihály Gimnázium Ivics László galériájában állították ki a napokban. A megnyitón elsőként Tóth Lászlóné, az intézmény vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd a diákok műsora után Lalucki Béla, a klub vezetője beszélt a társulatról. Mint mondta, 2014-ben alakultak meg, a céljuk pedig az, hogy egy csoportba fogják a fotózás iránt érdeklődőket. Hozzátette, jelenleg 7 tagjuk van, az ő képeiket állították most ki, összesen 34 képet. Ezek között van portré, makrófotó és tájkép is, melyeket egészen november elejéig lehet megnézni a helyszínen. Rendőrségi híreink következnek. Megdöbbentő családi tragédia történt. Egy édesanyja és 2 kisfia halt meg egy balesetben Nógrád megyében. Busszal ütköztek, valószínűleg az asszony tért át autójával a szemközti sávba. Egyedül nevelte a 2 kisfiút, egyikük 6, a másik 9 éves volt. A család patakon élt, mint megtudtuk, az egész falu gyászolja őket. A buszon ugyanakkor 2 ember sérült meg. A balesetnél a műszaki mentést az érsekvadkerti önkéntes tűzoltók, valamint a récsági katasztrófavédelmi őrs hivatásos tűzoltói végezték el. Ennek során az autóbuszt is ki kellett húzni az árokból, ahová az ütközés következtében borult. Betörtek az egyik Bátony Terenyei dohányboltba, 2 helyi férfi feszítette fel a Lidl áruház mellett található trafik ajtaját, majd bementek az üzletbe, hogy kirabolják. Ekkor viszont megszólalt a riasztó, amitől megrémültek és elszaladtak. A helyszínről így semmit nem tudtak ellopni. A nyomozók rövid időn belül beazonosították a 2 Bátony Terenyei férfit, akiket lakásukon fogtak el. Őrizetbe vették őket, majd kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. Nem ez volt viszont az egyetlen eset a közelmúltban, hogy betörnek egy Nógrád megyei trafikba. Ipolyvecén és Nőtincsen ugyanis 2 férfi alaposan kifosztotta az ottani dohányboltokat. Rengeteg készpénzt és dohányárut loptak el a trafikokból, majd elmenekültek. Az egyik férfi ezután nem sokkal később feladta magát. Társát a rendőrök fogták el. Az eltulajdonított értékek csak egy része lett meg. 200 000 forintot rabolt egy hajléktalan Salgótarjánban. A nyílt utcán vert meg egy férfit, ellopta a nála lévő összes pénzt, majd elszaladt a zsákmánnyal. A kirabolt férfi, aki az elsődleges orvosi vélemény alapján könnyű sérüléseket szenvedett, az eset után azonnal hívta a rendőröket, akik 1 óra alatt el is fogták a városban a 41 éves gyanúsítottat, a pénz is meglett. Folytatja a rendőrség a határvadászok toborzását Nógrád megyében is. Az egyenruhások legutóbb a Pásztói Munkaügyi Központban, a Salgótarjáni Rendőrkapitányság és a polgárőrök értekezletén, valamint különféle rendezvényeken adtak felvilágosítást az érdeklődőknek a határvadászképzésről. Ezzel egy időben az újabb jelentkezők már bizonyíthatták is fizikai alkalmasságukat az október 5-én megtartott felvételi eljáráson. Ennek keretében a határvadásznak jelentkezők egy fizikai felmérésen vettek részt. Egy rövid bemelegítés után felülés, fekvőtámasz, fekvenyomás, függeszkedés, helyből távolugrás, ingafutás és végezetül 2000 méteres futás során bizonyíthatták rátermettségüket. A jelentkezők fizikai állapotának felmérése után az egészségügyi és pszichológiai vizsgálat következett. Egyre többen érdeklődnek a határvadász képzésről. Akik sikeresen pályáznak és elvégzik a féléves képzést, azok már a készenléti rendőrség állományába tartoznak majd. Erről, illetve a határvadászok illetményéről beszélt híradónknak Bakos Attiláné, rendőralezredes. A sikeresen pályázók esetében képzést szervezünk. 6 hónapos moduláris képzésen kell részt venniük a jelentkezőknek.
de már ekkor is a készenléti rendőrség állományába fognak tartozni. A képzés első 2 hónapjában munkavállalóként bruttó 150 ezer forint havi illetményre lesznek jogosultak, majd ezt követően egy sikeres modul záró vizsga után kerülnek a készenléti rendőrség hivatásos állományába, ekkor már 220 ezer forint havi bruttó illetményre lesznek jogosultak, és mindezeken túl természetesen őket is, mint minden hivatásos állományút megilleti a különböző pótlék, ilyen például a nyelvpótlék, éjszakai készenléti pótlék és béren kívüli juttatásokra is jogosultak lesznek, mint kafetéria, utazási költségtérítés, lakhatási támogatás, illetve évente ruházati utánpótlási ellátmányban is részesülhetnek, és most csak a legfontosabbakat említettem. A Bátony terenyei tűzoltók lettek a legjobbak az egész megyében. A miénk ugyanis megnyertek egy igencsak rangos szakmai versenyt, melyet nemrég tartottak meg Salgótarján főterén. A versenyen Nógrád 7 legkiválóbb tűzoltó csapata mérte összetudását. A lánglovagoknak számot kellett adniuk elméleti és gyakorlati tudásukról is. Először tesztlapot töltöttek ki, majd egy 8 állomásos tűzoltási és mentési pálya teljesítése várt rájuk. Többek között roncsot kellett szétvágniuk, gázpalackot és veszélyes anyagot tartalmazó ballont kellett kihozniuk egy füstcsátorból, de vízsugárral is célba lőttek. A legfényesebben csillogó első helyezésért járó serleget és a vándorserleget végül idén a Bátony terenyei katasztrófavédelmi őrs tűzoltóiból álló csapat nyerte meg. Az eredményhez mi is gratulálunk. Most pedig sport. Kizárták a megye egyből a Nagybátony labdarúgó csapatát, mert a múlt hónap végén egyszerűen már nem tudtak kiállni ellenfeleikkel. A 2016-17-es szezonban így már biztosan nem játszhatnak. A klub kanossza járása nem most kezdődött. Korábban volt olyan, hogy a megye 3-ban tudtak csak szerepelni a fekete-fehérek, utána rendre a tabella végén vagy annak közelében végeztek. Kizárásukat követően 13 csapattal folytatódik a megye 1. A nose körül kialakult helyzetről a klub vezetőjét és a város polgármesterét kérdeztük. Sajnos óriási változásokon ment keresztül ez a klub. Az elmúlt 2-3-4 évben óriási problémánk voltak a játékosok létszámával. Gondolok itt az NB3-as kiesés után szinte özönlettek el az idegen alapjába véve, ugye minden csapatban idegen játékosok alkották a csapatainkat. Onnantól kezdve elég nehéz volt, hisz teljes új csapatokat kellett felállítanunk, ami ebben a városban utólag elég nehéz. Azt gondolom, hogy egyes korosztályok megfelelően működnek, természetesen az U7, U9, U11, U13, ott probléma nincs, a Susán Attila személyében egy olyan edzőnk van, aki odafigyel rájuk, szülők hordják, gyerekeket rendszerint edzenek, odáig nincs is gond. Az U16, U19-nél van problémánk, végülis azért zárták ki a csapatot az U19 véget. Ugye egymás után követően 4-szer nem tudtunk kiállni. Ez sajnos is, ez ilyen városban úgy gondolom, hogy épeszű ember nem is gondolná, hogy előfordulhat, hisz 8-10 ezer ember közül csak kéne lenni 1-200 gyereknek, aki futballozni szeret, vagy szeretne. Felnőtt csapatunk, ugye ebben a bajnokságban már teljesen kizárták, ilyenkor automatikusan 2 osztályt le kell, hogy soroljanak, úgyhogy nyárig teljesen várnunk el, és a teljes amatőrizmus megye 3-ban kell elkezdenünk a további futballunkat. Megszűnésről végül is szó nincs, hát megpróbáljuk semmiből felállítani megint. Sikerül, remélhetőleg 1-2 éven belül, igen. Én nagyon sajnálom, hogy a nose eddig jutott. Voltak lelkes próbálkozások, de azért valljuk meg, hogyha ebben nincs egy társadalmi összefogás, és nincs olyan motor, aki ezt mozgassa, akkor nagyon nehéz működtetni. Minden tisztelet a mostani elnökség, hogy ilyen körülmények között is próbálták fölvenni a
harcol a tendenciákkal, de úgy látszik, hogy a megyei erősebb csapatok elszipkázták akár tehetséges bátonyi fiatalokat is, ami pedig a legnagyobb ellensége volt a nagybátonyi labdarúgásnak az a apátia, ami körülvette a fiatalokat, tehát úgy, hogy nem járnak edzésre és nem tudnak kiállni hétről hétre 11-en plusz a cselék, az eléggé szégyen teljes, úgy gondolom. Főleg a tekintetben, hogy a Mosének a vezetése arra törekedett, hogy többségében nagybátonyi fiatalokkal töltse meg a csapatot, és innen építsen egy lokálpatrióta egyesületet. Ebben persze pénzügyi motiváció nem volt, mert rendezni kellett volna ennek a szebb emlékű egyesületnek a pénzügyi helyzetét. Mivel ez nem történt meg időben, úgy gondolom, hogy nagyon sok tehetséges bátonyi fiatal keresett máshol magának lehetőséget. Nem csupán játék lehetőséget, hanem gondolom, hogy kis anyagi dotációt is. Hát elég nagy baj, hogy idáig jutott a mai futball, hogy már megyei szinten is aláres pénzek és meccspénzek vannak. Jobb lenne az, hogyha az a szint működne még, amikor még örömmel vette egy-egy települési fiatal föl a településnek a mezét, és focizott a csapatba is, harcolt azért, hogy az ifibe bekerülhessen, vagy egyáltalán nagy csapatba bekerülhessen. Öröm számomra egyik oldal, hogy Kistrény rendeződni látszik, és ott taópénzeket szedtek össze, és nagy játékos álma dolgoznak, de nagy fájdalom, hogy most pedig eddig jutott. Bízom benne, hogy azért ezután egy kedvezőbb jövő lesz. Jelek vannak, nagyon sok igazolt korosztályos gyerek van óvodáskortól általános iskoláskorig. Én bízom benne, ez a generáció felnő, akkor megint lesz egy nem csupán megyei szintű, hanem ennél följebb lévő szintű nagybátonyi labdarúgás is. Múlt hónap végén immáron harmadik alkalommal tartották meg a Nógrád megyei strandröplabda bajnokságot Bátony terenyén, a Tanuszoda melletti pályán. Az idei megmérettetésen a korábbihoz hűen most is sokan vettek részt. A helyiek mellett többen érkeztek Salgótarjánból, Egerből és Budapestről. A versenyzők három kategóriában, férfi páros, női páros és mix kategóriában mérkőztek meg egymással. A meccsek 2x21 pontig tartottak, a végső erősorrend késő délutánra alakult ki. A legjobbak érmeket vehettek át. A szervező úgy véli, nagy sikere volt a strandröplabda bajnokságnak, melyet, mint mondta, jövőre is megrendeznek majd. Szalagátvágás. Több mint 33 kilométeren újított meg főúti szakaszokat Nógrád megyében a Magyar Közút. A kivitelezés mintegy 3,2 milliárd forint hazai forrásból valósult meg. Egyeztettek. Újabb kínai delegáció járt Bátony terenyén. A vendégeket Rákos Szabolcs alpolgármester fogadta. A tárgyalás során gazdasági és kulturális együttműködésről volt szó. Tragédia. Anya és két kisfia halt meg egy nógrádi balesetben. Busszal ütköztek, az egész falu gyászolja őket. Híradónkat látták, viszontlátásra!